Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok. Srácok, írt rám egy ismerősöm, csinálnék egy olyan videót, ahol esetleg kitárnyalom azt a témát, hogy helye van-e a politikának uh, a játékokban. És nem igazán adtam túl sokat erre a gondolatra, hogy egyáltalán erről beszéljek egy játékban, mert hogy a válasz egyértelmű. A politikának nincs helye a játékokban, és azt hiszem, ezt minden gamer tudja, és ezzel talán minden gamer egyetért. Azért vagyok gamer, hogy játszok azzal a szerencsétlen játékkal, és mi közben ezt teszem, jól érezzem magam, és elfelejtsem a világ nagy gondjait, főleg a politikai gondjait, főleg, hogyha nem is igazán érdekel a téma. Aztán elgondolkodtam egy kicsit, hogy hát van-e más választásunk? Menjünk egy kicsit vissza a történelembe. Hogyan keletkeztek, hogyan kerestek a kiadók és a játékkészítők pénzt a játékukból? Ugye eleinte eléggé egyszerű volt a történés, a programozók készítők elkészítették a játékot, megkerestek egy olyan kiadót, mint az Activision, EA, Ubisoft, akkoriban talán mondhatni az egyik legnagyobbak voltak, akkoriban, hát azelőtt is természetesen voltak egy párat. Mindegy, megkerestek egy kiadót, és az kiadta a játékukat, bejött a pénz, mindenki boldog volt. Aztán jöttek az olyan játékok, mint a World of Warcraft, azért mondom ezt, mert ez az egyik leghíresebb, és a jó nép azon kezdett el gondolkodni, hogyan tudnánk még több pénzt csinálni a játékokból, mert Értem szerűen az már kezdte nem fedezni a költségeket, hogy a készítők csak megcsinálják a játékot, a kiadó kiadja, és, és ugye legyártják a CD-ket, és a többi, hogyan lehetne még több pénzt csinálni. Elkezdték a játékokat digitalizálni. Magyarul már nem nyomtattak annyi és már nem írtak annyi CD-t, DVD-t, című történetet, és ezáltal levágtak egy csomó költséget. Na de, az oh, sem volt elég hogyan lehetne még több pénzt csinálni, című történet, és ehhez nem más kellett, mint egy Wall street üzletember, hogy felfedje azt, hogy jé, a játékosok fizetnének a játékbéli digitális értéktelen tartalomért. És hát mi fizetünk boldogan. <laughs> és megalapult a mikrotranzakciók első generációja, Azóta természetesen ez egészen elszabadult olyan irányba, ami irányba nem is kellett volna. A mikrotranszakciókat követően jöttek a lootboxok. -ok. Mire akarok kiukadni ezzel, ezzel a kis történettel, amit itt elmondtam, arra akarok kiukadni, hogy egyes dolgok elkerülhetetlenek, hogy megtörténjenek. A kiadók szerettek volna több pénzt, a játékkészítők szerettek volna több pénzt, és a megoldás egyszerűen jött magától. Ne csodálkozzunk, hogy ide jutottak a játékok, ahova jutottak. És hogy rátérjek a politikai aspektusára ennek az egésznek, miért lesznek, szinte kötelező szerűen, miért lesz benne politika a játékunkban, miért mérgezi a játékainkat már a woke kultúra, mert, mert nem lehet másképp hívni, csak, csak mérgezésnek a, azt, ami a vókultúra képvisel, mert csak gyűlöletet szít mindenkiben. A politika ellentétet és gyűlöletet szít mindenkiben. De mégis miért tolják bele egyre jobban a játékainkba, és ugye például efelől a Fortnite sem kivétel, és a Fortnite-tal gyerekek játszanak, tínédzserek játszanak a legtöbben, és próbálják rájuk erőltetni bizonyos politikai nézetet már mondhatni ilyen fiatal kortól. Erre talán egy nagyon egyszerű válasz, hogy miért, miért törekszik be a politikai játékaimba. És ezt ez, tudjátok, az egyik legviccesebb dolog, az amerikai hadsereg elkezdve Twitchen en streamelni, és hogyha rákattingattál a nyeremény linkükre, elvezetett téged egy sor besorozó weboldalra. Tehát, hogyha nem figyelte oda, kitöltötted azt az űrlapot, te besoroztál az amerikai hadseregbe. Természetesen a Twitch azonnal letiltotta ezt a dolgot, és mondta nekik, hát ezt így nem kéne. De mennyi ereje van a Twitchnek, Vagy ezért az Amazonnak az amerikai kormány és hadsereg felett. Azóta egy kicsit visszafogták magukat, de azért ez meg <laughs> kategória. Hál' Istenem, minket Magyarországon annyira ez nem érint, mert nekünk megvan a magunk országa, a magunk politikája, mi nem készítünk játékokat, a, 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 magyar politika az máshol kell megtalálja a mai fiatalságot. Viszont, ha mi világpolitikát illeti, az egy már teljesen másik kérdés. A világpolitika ránk is befolyással bír magyarokra, mert hogy játszunk. És már egy olyan generáció nőtt fel, ugye az utánam lévő generáció például, ugye, egy olyan generáció nőtt fel, aki más szinte nem ismer csak játékokat, mobilon, gépen, konzolon. Mi neveltük ezeket a játékosokat olyanra, ami, amilyenre e, neveltük, de a játék olyan szintű nagy ipart és ember mennyiséget ölel fel, amit az államok irányítói, és most nem az Egyesült Államokról beszélek, ugye, hanem hogy ugye az államok és országok irányítói, legyenek, akárkik is azok, nem hagyhatnak figyelmen kívül, mert a jövő generációja egy virtuális világban fog élni, és annak a virtuális világnak a jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy a bizonyos terveket véghez vigyék abban az adott országban. Ezért, hogyha korán akarjuk programozni a népet, így vagyis is mondja, hogy ha be akarjuk programozni a népet, elég korán kell kezdeni, és a mai fiatal nem a játszótéren van, hanem a virtuális játszótéren van. Ezért a virtuális játszótérben kell mérek cseppeket csöpögtetni a szerencsétleneknek, és különböző filozófiai ideológiákat közvetíteni azon a játékokban, azáltal, hogyha majd felnőttek lesznek, akarva, akaratlanul, birkamódra kövessék a vezető emberek szavait. És az azért, ez azért elég durva összeesküvés elméletnek hangzik, ugye? De azt hiszem, hogy a történelem során nem először látunk ilyen példát. Tegyük fel például az ipari forradalom előtti és utáni időszakot. A mi iskolarendszerünk, az európai iskolarendszer, és nagyrészt világon az iskolarendszerünk, úgy volt eleve, hogy az ipari forradalom idején lett kitalálva, és úgy lett kitalálva, főleg ugye a háborúk után, első világháború, második világháború után, amikor olyan sok ember meghalt, az emberektől, a kormányoknak, tehát az országvezetőknek, az embereiknél fegyelemre volt szükségük arra, hogy olyan munkás emberek legyenek, akik bemennek a gyárba, ledolgozzák, amit le kell dolgozni, és ezáltal építik fel azt az országot erősé, és nem kérdeznek kérdéseket. Ezért az iskola rendszer, és Magyarországon még mindig ilyen az iskola rendszer, úgy alakult ki, hogy a diák hallgat, tanul, és azt csinálja, amit a tanár mond, és még az én koromban, amikor én diák voltam, hogyha nem azt csináltam, még pofont is kaptam. Ezért. Er, tudjátok, mi a körmös? Mert biztosan van, aki nem tudja, mi a körmös a nagyon fiatal nézőim között. Fog, fogják, és így össze kell csuknod az ujjaidat, és rányomnak egyet a vonalzóval. Próbáld ki otthon, nem kellemes. Szóval, ja. Jó diákoknak neveltek minket, magyarul jó munkás embereknek neveltek minket, mert nagyon gyorsan rájöttél, hogy az, amit az iskolában tanultál, a való életben feldughatod a seggedbe gyakorlatilag, de egyet biztos, hogy nagyon jól megtanultak, a, megtanítottak ebbe az iskolában, hogyan végezd el a dolgodat jól, hogyan tanulj meg azt a dolgot jól, és hogyan hallgass a vezetőidre, éki a tanáraidra. És ezt kiválóan megtanították a mi generációknak, és az utánunk lévő generációknak is. Na most, a fiatal generáció, a feltörött generáció az, az a az YZ generáció azok már a videojátékokból is tanulnak, és ezért a videojátékok természetes módon üzeneteket rejtenek a. A, abban a játékba. Egy felnőtt számára könnyen észrevehető és kivéthető üzenetekről beszélünk, de egy fiatal agy számára elgondolkodtatható lehet az az üzenet, és akár egyet is érthet azzal az üzenettel. És hip-hop, már is kineveltünk egy woke kultúrában uh, fürdőző uh, generációt, és mi, akik idősebbek vagyunk, csak így vakarjuk a fejüket, hogy ezek honnan jöttek elő. Mi neveltük őket arra. A videójátékok, amiket készítettek, készítettünk, aki esetleg videójáték készítő, nevelte őket arra. Nincs baj azzal, ha valakinek identitása van, gyökerei vannak, és tudja, hogy honnan jön. Egy afajta büszkeséget és identitás érzést ad, ugye? Hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. De hogyha ezt felforgatjuk és gyűlöletre is és, és, ö, használjuk is arra, hogy más embereket szítsuk és arra, hogy más embereknek ne tartsuk tiszteletben a, a, a vágyait, a gondolatait és az, hogyha nem szólalhatunk már meg szabadon anélkül, hogy legyen egy egy csoport, aki leszól minket, hogy te <laughs> miért gondolkodtál, hogy képzeled, hogy a mai világban te a nőket szereted, vagy a mai világban csak a férfiakat szereted, vagy minden, minden baj már. És ez természetesen abból jön, hogy mi hogyan neveltük a, a, a következő generációt, és igen, hogyan lesznek nevelve az olyan dolgokból, mint a játékok mert hogy a modern generáció virtuálisan nő fel valamilyen szinten, és ezt nem hagyhatják ki az, a vezetők, az országok vezetői politikai szempontból nem hagyhatják ki, mert még mindig a nép akaratára van szükség ahhoz, hogy ők vezethessék az országot, és egyelőre arra is lesz szükség, addig a pillanatig, amíg mindenkiből nem birka nyálcsorgatást fognak elérni, és hogy mindenki egyértelműen nyomjon rá egy gombra. De ez sosem fog eljönni, mert hogy az emberek véleménye változik, ahogy változunk a korral, de videójátékozni fogunk, és az üzenetnek ott kell benne lennie, hogy amikor eljön az idő, hogy megadjuk a szavunkat annak az adott vezetőnek, akkor megnyomjuk azt a gombot, amelyet ők akarnak. Úgyhogy nincs helye a videójátékokban a politikának, de bele fogják tenni. Úgyhogy, jöpp, így, így állunk. Egy természetes evolúció, és ennek természetes evolúciónak köszönhetően valamit el fogunk veszíteni a játékokból, Uh, és én egyre inkább úgy érzem, hogy a művészi tartalmat és az igényességet veszítjük el azért, hogy az adott játék, vagy éppen film um, egy olyan üzenetet közvetítsen, amire a legtöbb embernek szüksége nincsen, gyakorlatilag. Na jól van, ez egy kemény és húzós téma volt. Hashtag macska ha eljutottál a végére. Én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Iratkozz fel, ha tetszik a téma. Nyom rá a ha tetszik a téma. Kapj értesítést a videókról. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Sziasztok!